Hello, hello mindenkinek, én Stalin vagyok, és ez a World of Warship következő része. Elérkezett az idő, hogy a japán ágon is a csatahajókkal elinduljak. Hát elsőnek ez a Kawachi nevű borzadály lesz, a tesztalanyunk. Mit mondjak? Borzalmasan kevés lőtávolsága van, 8,9-es, igaz, hogy ezt tudom fejleszteni 9,8-asra, viszont nekem jelenleg mindig is hozzá a szükséges pont, szóval egy 8,9-es lőtávolságú hajóval fogok jönni. Semmit nem ér kb. Olyan szempontból viszont jó, hogyha valaki közel kerül hozzám, én a szitával fogom lőni, ugyanis összesen 5 darab turretem van. Ebből 2-2 az oldal... Nem, 6 darab turretem van, azt hiszem. Valahogy így, 5 vagy 6 darab turretem van, az elég sok. És erős ez a hajó, de egyszerűen nincs lőtávolsága. 6 darab turretem van, most akkor javítom magamat. És egy pillanat lesz, újraindítás. Na, és vagyok is. Hát ellenségnél rengeteg kavacsi van, szóval ezek ellen még jó is lesz. Szerintem elsőnek AP-t töltünk be, mert az azért páncélt jobban át fogja juggatni, és úgy érzem, hogy ide fog kelleni a páncéltörés. Van egy-kettő destroyerük, azoknak mondjuk annyira nem örülök. Szerintem azok meg fognak engem zabálni, illetve kisebb cirkálóik, a St. Louis azt mondjuk kicsit jobban félek tőle. Ha tudom, azt azért megsorozom. A kavacsikat pedig jó lenne minél gyorsabban kiiktatni. South Carolina, annak azt hiszem jóval nagyobb lőtávolsága van. Nem tudom, hogy mit fogunk ellen elérni, viszont nekünk 3 South Carolina-unkban, szóval csatahajóban nagyon nagy előnyünk van. Distroke-ban, olyan reális, mindegyikünk olyan X-esre jön ki. Cirkálóban szerintem azért két St. Louis az jobb, mint egy a St. Louis ternyú kombó. Bár a ternyú is jó a torpedói miatt, az egyik azt hiszem képen kívül volt, mikor 3 hajót torpedóztam ki. 2 ellenség volt, szóval szurkoljatok. Jó vagyok le. Őszinte leszek, marha régen játszottam csatahajókkal. Néztem, hogy a japánákban milyenek a csatahajók. Jó, egész tűrhető igazából, legalábbis a kavacsi után áldás lesz 15 km-es lőtávolságával, úgyhogy ha felfejlesztve ugye. Utána azt hiszem közvetlenül a Kongó jön. Na az már jó lesz, bár 19 km vagy mennyire szélben fogok senki se eltalálni, ezt tudom jól. De azért pozitívan állunk hozzá a dolgokhoz. Talán, ja, érünk valamit. Kicsit fordulunk. Mert valami disztró, szinte biztos, hogy disztró ott van. És hát a francia akar neki jönni egy disztrónak, úgy finoman szólva. Elünk egy sorozatot, és utána szerintem váltunk helyelőszerre, hogyha a disztró van itt. Ott lesz. Milyen cirkálónk jön erre? St. Louis, ez az! St. Louis-a könnyű megtalálni a disztrókat, mert soroz mind az állat, aztán akkor igazából szétlő minden. Eltaláltam végül is. És az a kérdés, hogy kijöttek-e már rám a torpedók. Ú, de elszoktam ettől a fél perces töltési időtől. Fordul nagyon. Fordulás közben a disztróra amúgy nagyon hülyeség lenne rálőnöm szerintem. Folyamatosan rázza a seggét, de hát... kiment a lőtávomból, beszarok rajta. Istenem, is mindenki középen akar átmenni, hát beszarok ezeken. És mindjárt abból a füstfüggöny belül 8 darab hajójuk. Na jó, annyi nem már, hogy látom, hogy meg az abban fele mennek. Szóval itt a fönténél még talán-talán van is esély. Egy rezzen volt erre, azt tudom, meg ott egy kavacsi. Kicsit fordulunk és váltunk AP-ra. És hát szerintem annyi időt be tudjuk tározni. Még egyáltalán lőtávolságban érünk be, lehet, hogy ő már elő fog tudni ránk lőni. Elvégre is, ha ő fejlesztett, akkor van egy kilométer plusz a kb. De lehet, hogy Dresdenre, de én ma vissza nem váltok.
Igen, hátrány az, hogyha ilyen kis távolságra vagyok, és nem számolom bele azt, hogy kis távolságra vagyok. Viszont a kavacsiuk még nem lő rám, szóval lehet, hogy megvan az előnyöm. Ami az, hogy ő is szarhajóval jött. Már lőtább vagyok. Biztos, hogy a kavacsuk, akár megmérkőzzek. Ennél is lassabb vagy, baszok. Ó, hát ezt a találat sorozatot ő nyeri. Vagyis hát ő nyerte, mert többet sérültem, mint fordított esetben. Viszont nekünk ott egy Szent Louis, aki hogyha megáldja azt a kavacsit, akkor jól jövünk ki. Áld meg, szent vagy, áld meg. Nem úgy igazán feltétel, de... Elég pontatlan amúgy. De egy 5000-re se kínál. Csak észre kéne menni egy ekkora hegyet. Amúgy az ő hajója kicsit fejlesztettebb, mint az enyém. Már az életéből is látszik. Úgyhogy minimum a hajóteste az megvan neki. Vádor volt, de oké. Okay. Neki menté? Aha, neki ment. Jó, még 4000. Jó lesz ez, az a kavacsi, az gyorsan meg lesz zabálva. Ha nem is általam, de biztos, hogy lesz az, aki megzabálja helyettem. Minden esetre én nem akarok azért túl közel menni a harchoz, már csak a disztrók miatt se. Mondjuk itt, ahogy láttam, csak egy van. Van, hát nem tudom, ahol a Citadel része, szóval csak lődözök, és azt kéne eltalálnom, ahhoz, hogy ténylegesen érdek is valamit. Csak nem sikerült Citadelt lőni, de már azért egy olyan 12-t biztos én kaptam le belőle. Hú, de furcsa most ilyen nagyobbakat lőni. Ott lesz még egy kavacsiuk. Mindegy, erre a kavacsira még egy sorozatot el kéne engedjek. Ahhoz, hogy érdembe azt mondjam, hogy jól jöttem ki. Hát nem. Azt már a Szent Louis szerintem be fogja fejezni, bár jó lenne a kill, meg kellene a pont. Jó. És most a másik kavacsira rá kéne fordulnom. Basszus, nem hogy ráfordulnom. Konkrétan neki fogok menni, vagy a kavacsinak, vagy pedig a hegynek. De ahogy látom, ő is úgy gondolja, hogy ő nem akar velem szemtől szembeni harcot. És kijönt a lőtávomból. Én pedig akkor fordulok felé, mert akkor itt el tudok előtte menni. Szóval inkább fordítom az összes ágyút. Amúgy ilyen szempontból jó a kavacsi, hogy kettő darab ágyú mindenképp a másik oldalt nézi. És így, ha fordulok vele, igaz 3 nap alatt fordulok meg, de lesz ágyú, ami nézi. Az előső ágyú pedig általában akkor mindig jó a helyen áll, mert ugye az relatíve tudja tartani a tempót. Ami rosszabbra számítottam, hogy szintén szóval kavát csinálna. Ez az első kihajózása, hozzáteszem, legalábbis részemről. Viszont a másik részem úgy brutál módon elvesztettük a harcot. Hát oké. Okay. Csatahajók tekintetében amúgy X-en állunk, cirkálók tekintetében ők állnak jobban. Illetve disztrók tekintetében X-en állunk, szóval cirkáló előnyük van. De cirkálót sikeresen meglövöm középen, akkor az ott ketté törik konkrétan. Szóval talán akkor a hátránynak nem mondható a helyzet. Viszont én szerintem átállok így erre a részre, hogy a bal oldalam tüzeljen, mert akkor nem lesz az, hogy két tűz közé kerülök, hogy itt a kavacsi, ott pedig még valami más mondjuk tudna rám lőni közben. A kavacsiuk az mondjuk nagyon menekülőre fogta. Amit megértek, de hát az egy nyasgen. A disztrójukat éppen megzabálják. A mi két disztrónk, bár szerintem nem disztrót kéne fókuszálják. Ez kavacsit jobban ülnek, akik kikapnak. Bár disztrót én meg nem fogok elülni. Cirkálóban meg egy darab van. Mondjuk itt mellettünk, de hát akkor is. Szent Louisra most kell vigyázzunk nagyon úgy.
középen pedig foglalják pontot. Fuck. Ó, Tom. Megy beérek a Kovács ülő távolságába. És Kovács ezt kétlem, hogy rám lő. Sőt, biztos, hogy nem. Ó, zapálunk Kovácsit. Hú, ez nagyon elé fog menni. Az elé ma biztos. Hát most a mi South Carolina-unk, illetve a St. Louis-unknak el kéne foglalni ezt a B pontot, ahol egy Chikuma van. Chikuma. Rossz szexetárgy. Olyan neve van. Van ott még más valami? Nem látom. Disztrójuk, az jó lenne legalább egyszer meglőnöm, mert hát az a bajom elvinni. Ó, az meghal. Így van, tökéletes. Fordulunk be középre. Szerintem nyerhető ez a csata, bár egy hajó pluszú van, illetve a mi St. Louis-unk eléggé sérült. South Carolina-unk is kicsit sérült, de nem tudom, hogy az ő hajójuk az milyen állapotban van. South Carolina-unknak nem tudom, hogy van-e még gyógyító cuclia. Szerintem van, mert nem hiszem, hogy elhasználtam mindent, de oké. Ott egy St. Louis-uk, na az középen meglövöm, ketté törik. Á, mondjuk 27 ezer élet nem törik ketté, talán egy 10-es ha lekapok, de már az jó lenne. Amúgy borzalmasan lassú ez a csata, jó, viszont sokkal jobban fordul már ez is, mint egy amerikai. Aminek én tudok örülni, mert nekem a fordulás az fontos. Igazából ezért szerettem a cirkálókat. Ott egy kavacsiuk. Hát ja, elsőnek szerintem a St. Louis-ra előttetek egy sorozatot, aztán talán annyi időt betározok, még a kavacsi közelebb jön. De lehet elsőnek egyből a St. Louis-t is kéne kibasszom, picsába. És itt van valahol a Chikumájú, vagy a Disztrójuk. Hát nem tudom, hogy melyik lenne a jobb. Ezt a csatát amúgy biztos, hogy bukjuk, de nem baj. Közelebb. The enemy is about to win. Ah, ez nagyon elég. Meg kell szoknom, hogy ennek nincs lőtávolsága, és mert mindig ugye azzal operálok, hogy legalább 10-12 km, vagy 12-3 km. De ezzel áh, ugyan kérlek. Lőtávolság. Ternyú, visszalövök, neked fog fájni. Neked is. Jó, Kavacsitól azért megpróbálom tartani a távolságot. Ternyünk meg megpróbálom szerintem telibe baszni. Bár nem, St. Louis lesz a célpont. Pár darab elér ide. Közel se elég. Viszont benyomunk egy javítást, mert nekünk még ilyenünk is van. Ez viszont elég közel lesz, és a Ternyúnak van torpedója. Úgyhogy a Ternyút azt most mégiscsak meg kell sorozni, úgy érzem. Ott a disztrójuk. Basszus. Végsőkig harcolunk akkor. Citadel! Jó, hát azért fájhatott. Na, még egy ilyen sorozatot be tudok nyomni a Ternyúnak, akkor az visszük. Viszont itt van mögöttünk a disztrójuk. Emellett a St. Louis azért rájön arra, hogy marhára el kéne tüntetnie innen. Jó, Ternyú az meg lesz, az szinte biztos, hogy meg lesz. Basszus! St. Louis tiéd. Javítás meg elnyomjuk. Jó, az a St. Louis az megeszi. Elmélet a síkon. Én nekem igazából kéne foglalkoznom, akkor a... Bazzeg, itt a disztról nagyon mögöttem. De mindegy, St. Louis-ra fogok foglalkozni, mert azt még talán el tudom vinni. Ha van szerencsés lövés a világon. És itt egy két citadelet nyomok egybe. Our team depends upon you.
Kigyújtottam a másodlagos levegőkkel a disztrót amúgy. Hát nem ez volt a szerencsés lövés. Na mindegy, ránézünk arra a disztróra hátra. A pontokban nyertek. Mindenesetre köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videó, ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És szerintem nem volt egy annyira rossz csata ahhoz képest, hogy ezzel a hajóval most jöttem ki először. Megnézzük, hogy mennyit sebeztünk, nem sokat szerintem. A 39 ezer az nem annyira szar igazából, másodlagosból még 1900. Nem volt rossz, szerintem. Na mindenesetre köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb, én kaptam a csapatban a legtöbbet. Az jó. Sziasztok!